A rendőrök elfogták a jászberényi fákat mérgező férfit. Jelezték nekem, hogy itt a Szentkúti templom kertben egy platánfát furkál egy férfi, és valamit önt vele. Én jeleztem az önkormányzatnak, az önkormányzatunk pedig egy faszakértőt kihívott, aki megvizsgálta a fát, és olajszármazékot, tehát gázolaj volt beleöntve a fába. Ez tavaly júliusban volt. Én azt gondoltam, hogy mivel elindult egy rendőrségi ügy, abba hagyja ezt a furkálást és a gázolajöntögetés, de sajnos nem hagyta abba. Tovább csinálta, a több lyuk is van már rajta, és látszik, hogy ennek a 30 éves platánfának a 90%-a már meghalt. Úgyhogy én ezt körülbelül 2 hete jöttem ide, és akkor láttam, hogy nem hagyta abba. Sajnos zavarja őt a falevél. A Szentkúti templom kertjében tavaly óta valaki módszeresen pusztította a fákat. Ezzel a tettével egy 30 millió forintot érő juharral is végzett a fagyilkos. Körülbelül egy 30 éves platánfának az eszmei értéke 30 millió forint. Úgyhogy ugye ez egy védett fafajta ráadásul. Itt van egy szent helyen, templomkertben. Madarak fészkeltek rajta. A port megkötötte. Rengeteg eszmei értéke volt ennek a fának. Az ügyben a polgármesteri hivatal már korábban feljelentést tett, mivel azonban az elkövető kilétét ekkor nem lehetett megállapítani, az eljárást akkor felfüggesztették. Ez a platánfa, ez nagyon tetszik neki, illetve ez már régóta 30 éve ültették, és nagyon, ez a dísze, egyik dísze a kertünknek, és most egy éve vettük észre, hogy valaki megfúrta és mérgezi, és nem lett semmi különösebb. Most a tavasszal ismét láttuk, hogy már valaki fúrta, és utána elkezdett a fa száradni, és 1-2 hónap alatt teljesen tönkrement. És akkor nem régen, 2-3 hete viszont megláttuk a másik fát is, hogy az is száradt ki. És nagyon sajnálom azt a fát, ha azt kivágják, mert ott lakik 2 kis harkályfióka. És most eltűnik nekik a zöld lomb, és ott lesznek védtelenül, besüt a nap. És ugye, hát nem tudjuk, hogy én például nem tudom, hogy ki volt, de arra gondolok, hogy volt, aki panaszkodott, hogy a falevélbe, a sok falevél mind a kertjébe hol. Az új rongálási ügyben viszont a hivatal ismét feljelentést tett. Az új eljárásban a bizonyítékoknak köszönhetően sikerült azonosítani a tettest, aki egy 38 éves helyi férfi, akit előállítottak és rongálás büntet megalapozott gyanúja miatt ki is hallgattak.